It's black and white. Na hát üdvözlök mindenkit, sziasztok! Ugye 2-0 zártuk ezt a hetet, valahogyan. Kicsit még én sem tudom, hogy pontosan hogyan, mert ugye a Vitality elleni meccset azt simán el kellett volna veszteni. De térjünk is ki a meccsekre. Tehát a Vitality-val kezdtük ugye. Draftunk az szerintem elég jó volt a Vitality ellen, igazából megkaptunk mindent, amit akartunk, és jól is indult az early game. He's been tagged though. Yeah, exactly. There's a little bit of variance. He's going to be able to find the knockup onto Attila. Carby and Xerxes moving forward. That's a two-man route. They get hit with the meat. Mowgli is running for his life, but he can't get away. That's another display. Aztán pedig rossz döntések tömkelegét hoztuk. To send him away. Jatchell looks for the engage, but Vitality are trying to flank. Norskaren goes gold to buy some time. Mountain Drake is up. It's low. It's secured by Splice. But now everybody's going gold, and Chachi's trying to kick them out with a slicing maelstrom. They managed to get a kill onto Jatchell, and Cabo's going so low. That's a shut down to Norskaren. Everybody from Splice is in trouble, and Humanoid cannot save the day. Vitality win the fight. És emiatt óriási előnybe került a Vitality, amit kihasználva bármikor beendelhették volna a meccset, de úgy döntöttek, hogy többször is ránk gridelnek, és megpróbálnak velünk megharcolni, stílusosan legyőzni minket, és ennek következményeként pedig sikerült megverni őket. You walked into the darkness. Your professional players, they tried to sneak in, it didn't work. Yeah, the base is being destroyed. Xerxes, Carby, Vizard, Chachi ushering the minions. Szerintem az eddigi szezon során a leggyengébb játékunkat mutattuk. Hát szerintem a gyakorló héten kicsit elengedtük magunkat abból a szempontból, hogy ugye elég jól teljesítettünk az elmúlt hetekben, és kezdjük már elhinni azt, hogy top csapat vagyunk. De az, hogy valaki top csapat, az nem jelenti azt, hogy megállhat a fejlődésben, vagy könnyelműen veheti a gyakorlást. Szerintem hagytuk így csapaton belül, hogy kicsit lazábban vegyük a dolgokat, és hát ez egy jó tanuló pénz volt, maradjunk annyiban a Vitality ellen. Nagy szerencsével sikerült elhozni a meccset is, de ez sokkal rosszabbul is alakulhatott volna. Másnapon, a Schalke előtti meccs előtt átnéztük az egész Vitality elleni meccset, és egy ilyen másfél órás beszélgetésünk volt ezzel kapcsolatban, ami szerintem elég jól helyre rakta a játékosokat, és bemelegítő meccseinken már sokkal jobban is játszottunk. A Schalke elleni meccs az már egész jó volt, kezdtünk visszatérni a régi formánkba, a kommunikáció az rendben volt, jó volt az információ áradat, és jó döntéseket hoztunk többnyire. Kicsit lehetett volna gyorsítani a játékot, mert itt is nagy előnybe kerültünk. Ezt igazából úgy lehetett volna gyorsítani, hogy kicsit jobban respektáljuk őket, hogy ne kecseljenek el minket, mert nagyon erős catch compjuk volt, ugye volt Kai'Sa-juk, Skarner-jük. És Kai'Sa például az egyetlen AD carry, aki elviszi a midwave-et, és utána elkezd egy oldalsó lane-re mozogni. Akkor egy óriási range-en belül ugye az ultiával meg tud érkezni. Nagyon erős tud lenni a split push kompozíciók ellen. Mi itt úgy döntöttük, hogy egy 3-1-es split push stratégiát választunk, de ez nem biztos, hogy a legjobb volt. Ilyen 1-2 szintelőnyünk volt minden pozícióban, akkor úgy lehetett volna dönteni, hogy gruppolunk és meg teamfightolunk velük, és valószínűleg ez lett volna a jó döntés, és ezzel felgyorsítottuk volna a játékot. De így, hogy 1-3-1-eztünk, így nagyon könnyű hibázni, és többször is elkaptak minket az oldalsó léneken. Elég kiszámítható volt, hogy a Schalke mit fog csinálni. Igazából az egyetlen meglepő dolog, amit hoztak, az Aatrox volt. Nem nagyon számítottam, hogy blind pickelnek egy Aatroxot, ami szerintem nem a legjobb választás, főleg, hogy Gnar ott volt lehetőségként. Sokkal jobb lett volna a számukra. Elhúzódott a meccs, de szerencsére sikerült behozni. Legközelebb ilyesmivel nem lenne probléma, mert elég egyértelmű, hogy hol lehetett volna nekünk javítani. Vitality is meccshez képest ez egy óriási javulás már alapból is. Úgyhogy szerintem ezzel a meccs azért elégedettek lehetünk. Nyilván tanulni kell abból, amiből tanulni kell. Ugye említettem, hogy ez nem volt a legjobb gyakorló hét, és kicsit elengedtük magunkat, úgyhogy ez lesz a fontos majd a jövő hétre. Most már nagyon fontos, és minden pont számít. Ugye a Fnatickal holt versenyben vagyunk, és kell az a második hely, mert a második hely az már biztosítja az Athénba jutást. Úgyhogy hozni kell a kötelező meccseket, Fnaticot pedig szintén majd meg kell verni, amikor találkozunk velük, és akkor garantált a második hely.
Köszönöm szépen, hogy néztétek, és további szép napot, sziasztok!